A műsor média támogatója a femcafé.hu. Nagyon sok gagyi cím születik a jó cím előtt, de aztán amikor megvan a jó cím, akkor ráérzel, hogy na ez az ilyenek voltak, hogy csukott szemmel a pokolban, meg ez kicsit ilyen pokoli történetek után érzés. Kicsit, igen. Szentesi Éva, karakán és határozott írónő, a VMN online magazin újságírója. Eddig 5 könyve jelent meg, mind hatalmas siker. Rákellenes aktivista. Sportol, főz, ír és persze sokat olvas. Élvezi az életet. Nemrégiben közös YouTube csatornát indított Borbé Alexandrával, Szentesi Szandra néven. Szórakoztatóan beszélgetnek fontos témákról. Amit talán, ha nem is legelőször olvastam, de nagyon-nagyon fiatalon olvastam először, az Elfújta a szélt. És természetesen a filmnek is rajongója voltam, de hát azért ez egy sokkal tartalmasabb és bővebb verziója. Ez nagyon nagy hatása volt rám. Főleg ugye Scarlettnek a karaktere, imádtam. És ezt a könyvet anyukám vette nekem annó. Ez a könyv szerintem hát legalább 25 éves. Tehát igen. Akkor ezt olvastad, ez a példány, és hoztad magaddal, meg viszed magaddal minden lakásodban, ezért sokszor költöztél. Igen, ezzel sokszor költöztem, ezt hoztam magammal, tehát ezt anyuék vették nekem, én ugye nagyon-nagyon nagy olvasó voltam kicsikoromtól, és minden hónapban volt egy keret, amennyit rendelhettem könyvet, akkor még volt ilyen, hogy Magyar Könyvklub, nem tudom, te erre emlékszel-e. Onnan is rendeltünk, ezt szerintem nem onnan van, mert ott meghatározott kategóriák voltak, de ez az első olyan könyv, ami tényleg ilyen tini korom előttről ilyen nagyon nagy hatással volt rám, meg hát aztán ugye a film is, de ez egy nagyon-nagyon fontos könyv, és ezt mindig fogom vinni magammal mindenhová. Miért annyira fontos Scarlett karaktere? Mi az, amit szerinted tőle tanulhatunk, vagy úgy, ami miatt annyira meghatározó? Hát nekem ez a harcos, ez a küzdő, ez a soha fel nem adja, mindenen át, tűzön vizen át viszi, ez nekem... Az ilyen női karakterek azok rám mindig nagy hatással voltak. És hát most nem is olyan régen volt ugye, hogy mennyire nem PC az egész sztori. És hát igen, de hát ez mikor írta ezt a Mitchell? Úristen, most nem fogom, 20. szer, hát ezer... Ebben nincs ezer, is nem is tudom mikor, ez nem is tudom mikor jelent meg ez a könyv. Legelőször a történet. Szóval én nem feltétlenül értek egyet azzal, hogy a régi történeteket át kell írni. Még akkor sem, hogyha van igazság abban, amivel mondjuk vádolják az írót, vagy a történetnek a... 36? Létezik? Igen, létezik. 36. Tehát a film az 39-es. Uh-huh. Igen, 36-ban igen. Aha. Tehát ugye elég nagy siker lett ebből azonnal. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon fontos könyv nekem. És ez is volt az, amivel úgy szenvedélyes olvasóvá váltál? Mert hogy mindenkinek van szerintem egy olyan könyv az életében, amivel megtapasztalja, ugye én mindig elmondom, hogy nekem ez a Harry Potter volt, 13-4 éves koromban, de hogy neked ez lehetett? Nekem ez. És sok romantikus könyvet olvastam én utána. Én szerettem nagyon a Kőszívű ember fiait is, tehát nekem a kötelező olvasmányok azok nem volt egyáltalán soha szenvedés. A Kis herceget akkor nem szerettem, amikor először olvastam, mert nem értettem. Hát később újra, igen. Később újra, azt nagyon fiatalon olvastam, szerintem még lehet, hogy nem is tudom, az volt-e kötelező, vagy miért, de lehet, hogy az volt kötelező. Volt kötelező, hát sok ugye? Iskolában egyébként kötelező alsóban, vagy erősen igen. Ajánlott, de igen. Én is sokszor el szoktam mondani ezt, hogy szerintem a két tábor van, aki utálja a Kis herceget, és aki imádja, aki utálja, annak tuti gyerekkorában kötelező volt, és ráerőszakolták. Uh-huh. Én imádom, de engem felnőtt koromban talált meg, és egy jó barátom adta a kezembe, uh-huh. Hogy olvassam el. Lehet, felnőtt, 18 nagyjából az még, de nem tekintem felnőttnek, hogy ebbe benne van minden, amit az életről tudni kell, és akkor én már felnőtt fejjel, vagy legalábbis az öntudatra ébredésem után olvastam, és úgy értettem, és én olvastam egy könyvet, ami a Kis herceg születéséről szólt, mármint, hogy hogyan írta meg Exupéry, és abban írják le, hogy valójában ezt felnőtteknek írta. Igen. Szóval nagy hiba. Igen, erről én is olvastam. Olvastatni. De én gyerekként olvastam, először nagyon kicsi gyerekként, tehát általánosban, és akkor nagyon utáltam, azért, mert nem értettem, tehát ez tényleg nem gyerekeknek való, és mikor újra olvastam, akkor nagyon-nagyon
ez tényleg felnőtt fejjel kell olvasni, vagy fiatal felnőttként kell először olvasni. Igen. Jöhet a következő? Jöhet a következő. Na, mi lesz az? Hát a második, úristen, most milyen sorrendet is mondjak. Jó, ez lesz a második, Péter Fi Gergely, a golyó, amely megölte Puskint. Hát ugye Gergő barát, Péter Fi Novák Évának a férje, a kedvenc barátnőmnek a férje, és olyan szép ez a történet, olyan szépen ír. Az, amikor olvastam, közben arra gondoltam, hogy olyan szépen ír ez az ember, hogy amikor olyan valaki tényleg a szavai és a mindene az nem ez az egyszerű, hanem tényleg olyan gyönyörűek a mondatai, és ahogy ez a karakter megjelenik, a főhősnő, az Olga karaktere benne van, olyan gyönyörűen írja le és bontja ki ezt a karaktert, hogy hogyan lesz belőle az, ami. Úgyhogy ezt a könyvet én nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek, mert tényleg egy, hát a Gergőnek hihetetlen nagy, én azért csodálom őt, mert hihetetlen nagy tudása van, tehát hogy ő szerintem egy ilyen 3-4 hónap alatt most megtanult olaszul a 6. vagy a 7. nyelv, amit így beszél valamilyen szinten, és ugye ő gyerekkorában latinul olvasott nagyon-nagyon sokat, és ő mesélt arról, hogy ő hogyan lett a könyvek és az olvasás világa az ő mencsvára, ugye a világ elől, és, vagy az élet elől, és hihetetlen nagy tudása van, tényleg olyan, mint hogyha ő mindent tudna a világról. Nekem mindig úgy tűnik a Gergő. Hát hozzám képest biztos, hogy hova többet. Egyébként a latin tudása az ebben is megjelenik. Emlékszem, igen, hogy sok latin idézet van benne, vagy latin utalás, vagy az egyik főszereplő, már mondjuk egy másfél éve olvastam, úgyhogy kicsit megkapott a, igen, nincs friss emlékem, de hogy az egyik szereplőnek az édesapja, vagy a nagypapája, valamiféle, igen, tudós, vagy, igen, valamilyen, igen, latin, igen, igen, latin mondásokat sokat mond benne, úgyhogy ebből tényleg visszaköszön ez itt. Azon gondolkodom, mikor erről a könyvről beszélsz, hogy mennyire számít szerinted, hogy személyesen ismersz egy írót? Mennyire tudod levetkőzni azt az alapszimpátiát, amit mondjuk adott esetben érzel mondjuk egy író társad iránt, vagy mondjuk egy kvázi mester iránt, ugye itt a Péter Fi Novák Éva, a Péter Fi Gergő, tudnád egyáltalán úgy olvasni, hogy azt éreznéd, hogy nem tetszik, vagy van egy olyan szimpátia, ami miatt így is úgy is valószínűleg tetszeni fog a műve? Ez egy nagyon jó kérdés, de azt mondjuk, hogyha olvasod azt pláne úgy, hogy ugye én is írással foglalkozom, ha nem tetszene, azt érezném attól függetlenül, az biztos, hogy nagyon sokat számít, hogy van érzelmi kötődés. De ezt el tudom dönteni, hogy ez tényleg egy nagyon gyönyörűen megírt könyv. Mert hát amikor az Évának olvastam ugye legelőször az Egy asszonyt, akkor is azt éreztem, hogy teljesen más a stílus. Tehát hogy ez nagyon egyszerű, nagyon odamondó, nagyon rövid, és tényleg a lényeg ajában mondva. És ott is, és akkor én még nem ismertem az Évát, és tényleg ez a hihetetlenül odavág a falhoz az egész történet. Mondjuk nem tudtam elolvasni az Évának a legeslegújabb könyvét, mármint, hogy nem ezt, amit közösen írtunk, mert azt elolvastam, hanem ezt. Ennek olvastam egy első, a kézirat egyik első változatát, de és nem azért, mert hogy nincs jól megírva, mert nagyon jól van megírva, hanem mert nem valahogy nem vette be a gyomrom ezt a sztorit. De már a második olyan könyvet látom, amiben Cuki könyvjelző van. Ilyen könyvjelzős vagy? Nem vagyok vagy könyvjelzős. Vagy ez csak egy véletlen? Itt van egy nagyon édes könyvjelző benne, vagy egy jelölő? Vagy nem is tudom, ezt kitől kaptam. Valami ajándék. Ez egy kiskutya. Nagyon cuki szerintem. Nem, én ez a könyvet behajtogatós vagyok. Megjelöl. Hát ugye van itt ilyen is. Amikor mondjuk cikkhez dolgozom, akkor ilyen jelöléseket is használok, de én az aláhúzós, bejelölős, behajtogatós vagyok, és... Tehát aki használja a könyvtárgyat. Használom, igen. De azért ezt nem lehet nem észrevenni, hogy van egy egész rész a saját könyveid, de kíváncsi voltam, hogy jelennek meg a könyveid majd nálad a polcodon, erre nem számítottam. Tehát egész kiemelés van. Ennél az lenne jobb, hogyha ki lennének fordítgatva, mint nálam a könyvesboltban, esetleg így mellé, nem? Tényleg nem? Úgy kellett volna. Egyébként ki kellett volna rakni a folyosóra. A Párizs királynője az teljesen véletlenül van itt. Azért töltöttem ki csak ott a helyet, mert most 2 könyv hiányzik a sorból, tehát nincs meg a... Ja, az esztétikumra mentél akkor itt. A legfontosabbat utoljára hagytam, az most elfogyott itthonról, meg a Kardos Margit sincs meg, abban mondjuk már jó rég nincsen. Mert ugye mindenki azt gondolja, hogy tudok könyvet küldeni, hogy vennének tőlem könyvet, de egyébként nem tartunk persze itthon könyvet. Nekünk is meg kell vennünk, nyilván kedvezményes áron veszik a kiadótól, de nekünk is meg kell vennünk, és most elfogyott, mert mindig jön valaki, és akkor mindig, jaj, adjál már egy könyvet, én még nem olvastam, de tudod, hogy vagyok ezzel?
érdemes feljönni akkor írókhoz, nem? Barátkozni. Figyelj, Éva, nekem mind megvan, úgyhogy nem kérek, de... Látod, neked mind megvan, nekem meg kettő hiányzik, hogy most újra be kell szereznem egyet-kettőt, de úgy van a rendezés, hogy igen, itt van a sajátom, hát erre azért mégis csak büszke vagyok, hogy most már persze. Van öt kötet, és itt vannak a hozzám közel állók, tehát a Détót, a Péter fiék, a kolléganők, a Csepei, Fiala, igen, Détót Krisztelt már mondtam, tehát ők itt vannak, és így, és akkor itt ezek a kedvencek, ezek az olyanok, inkább ilyen kortárs magyar, van egy-két külföldi kedvenc, fent itt vannak a szakácskönyvek, uh-huh. És ilyen életmód, meg ilyesmi, meg oda rakom az újakat. Szóval uh-huh. Mindig jönnek, hát ugye elég sok mindent nem olvastam el. Abszolút így ez a rendszerezés része. Valaki nagyon nyaggat azzal, hogy néhány a nyaggatnak az, hogy pakoljam ezt ilyen szín sorrendbe, de hát nem, érzelmi sorrendben van rakva nálam a könyv. Itt van egy Cserna polc is. Nagyon-nagyon szeretem. Tőle Cserna. Írni tanultál. Tőle írni tanultam. Emlegetted már nekem, igen, hogy nagyon szeretem. Igen. De egyszerűen, amikor életed könyvét kellett megnevezni, akkor egy Csernát igen. Hoztál. Igen. Most nem akartam ugyanazt mondani. És nincs is itt az a könyv, mert elhagytam Londonban a Szíved helyén népül már a Halálcsillagot, és rám írt a Bandi, ezt valahol leírtam, valami, azt hiszem az Extra Dite ajánlottam a VMN-en, és abban leírtam ezt a sztorit, és akkor rám írt, hogy akkor dedikált nekem egyet, és majd találkozzunk valamikor, úgyhogy még el kell mennem a Csernához egy aláírt, dedikált példányért a Halálcsillag. Elhagytam, képzeld el, hogy majdnem lekéstem a gépet, és rohantam. Át kellett logisztikáznom az egész metró vonalt, hogy kiérjek a repülőtérre, és véletlenül ott hagytam egy padon. Aszta. Ja. De lehet, hogy ennek egy londoni magyar rendkívül örül a képen. Átszállt valamelyik. Lehet, annyira bosszankodtam volna, elhagytam, Istenem. Pedig azt nagyon sokszor elolvastam. De milyen jó története lehet egy könyvnek. A kedvenced igen. Volt, és aztán ott hagytad Londonba. Igen. Egyszer még az is lehet, hogy visszakerül, ha valaki megnézi ezt az interjút. A kedvenc városomba. Az a kedvenc városom? Igen, az a kedvenc városom, ott hagytam. De jó. És akkor még egy? És még egy, igen, mert hogy volt Elfújta a szél, aztán beszéltünk Péter Figergőről, meg aztán nyilván felmerült még egy-két könyv, de szeretnék még egyet, ami jó. Nagyon meghatározó. Hát most tudnék még nagyon sokat mondani, de mondjuk Soren Edina nagyon meghatározó, nincs és ne is legyen, bár neki mindent nagyon szeretek, amit ő ír. Ez a nő, ez olyan tehetséges, mint a nap, fordítva is van rajta a borítója. Tényleg valami brutális, ahogy ő ír. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretem őt. Szerintem az egyik legjobb kortárs szerző most itthon. És hát ez a cím, hogy nincs és ne is legyen. Nagyon erős. Hát ez... Hát jó, azért a te könyveid címe is nagyon erős, és tudom, hogy sokszor te is találod ki őket. Szerintem nagyon fontos egy könyvnek mindig. A címe. Mindig? Aha. Nagyon fontos egy könyvnek a címe. Nagyon szerintem fontos. A borító és a könyv címe az ilyen elengedhetetlen része a könyv igen. Sikerének is, meg a könyvnek is. Tehát, igen. Hogy, és hogy születnek meg a címek például a te fejedben? Melyik ponton? Ennek legelőször a címe volt meg. Tehát itt még nem volt semmilyen vázlat, semmilyen karakterjegyzet. Ez pedig már szépen igen, jelten. Ennek már megvolt a címe. Mert ezt a mondatot, ezt itt nagyon-nagyon sokáig hordoztam, és ezt tudtam, hogy nagyjából tudtam az alapsztorit, és tudtam, hogy itt a cím volt meg legelőször. Ennél a végén volt meg a címe a hamvaimból, mert ugye ez a legelső, ez a betegségemről szóló, és nagyon sok verzió volt, és aztán egyszer csak így ez a főnixes hasonlatból jött. Valaki mondta, hogy hát egy olyan, mint a főnix, hogy újra éled a hamvaiból, és akkor a hamvaimból ez így született meg. Aztán ugye a Kardos Margit Disszidál, az most nincs itt, az egy novellás kötet, az 2017-es? 8-as? Igen, nagyjából 16-17-18. Várjál, nem, mindegy. Már nem tudom, mikor jött meg az első, úristen. A Kardos Margit Disszidál, ez a dédnagyanyámnak a nevéből, az egy ilyen a demens állapotra utaló cím volt, és akkor a legfontosabbat utoljára hagytam, na ott az a veszély fenyegetett, hogy a kiadó ad neki címet. Tehát már ők kezdtek el javaslatokat tenni, hogy tényleg így a nyomda előtt egy nappal, amikor az Évával szerkesztettük át a kéziratot, a legutolsó fejezetnek az volt a címe, hogy a legfontosabbat utoljára hagytam, és akkor így egyszerre az Évával egymásra nézünk, te hülye, hát ez a címe. És tényleg ez a címe. De jók ezek az aha. De már jelenik. Mindenféle verzió volt. Mit és voltak? Nagyon, emlékszel? Fú, nagyon béna verziók voltak. Nagyon ilyen, nagyon sok gagyi cím születik a jó cím előtt, de aztán amikor megvan a jó cím, akkor ráérzel, hogy na ez az ilyenek voltak, hogy csukott szemmel a pokolban, meg ez kicsit ilyen pokoli történetek után érzés. Kicsit igen.
Szóval ezen most már így röhögünk utólag, meg ilyen nagyon béna címek voltak, nem voltak jó címek, de a legfontosabb, utoljára hagytam azt, hogy nagyon jó cím. Azt nagyon, én szeretem. Nagyon-nagyon jó cím. Ezen a címen összevesztünk az Évával, ugye ő akarta a paprikás csirkéket, hogy ez milyen vicces, mondom szerintem. Én, mert ti vagytok a paprikás csirkék? Nem, csak te vagy paprikás csirke. És akkor a Gergő mondta, hogy legyen damaszt, és akkor mondtam, hát legyen damaszt és paprikás csirke. Ez milyen jó, hogy ez egy ilyen hármas meló. Aha. Ennek a kitalálása. De ezt is nagyon szeretem, ezt a címet, meg a borítóját is. Nagyon látványos, szép lett. Szép lett nagyon. Úgyhogy na, de visszatérve Szvoren Edinára, mert hogy közben elkanyarodtunk, hogy mitől jó egy cím, mert hogy ennek nagyon jó a címe. Milyen ez? Aki nem olvasott még az Edinától, mit kell róla tudni? Szvoren Edina világa nem egy vidám világ, de olyan tűpontosan fogalmazza meg az emberek között feszülő erőviszonyokat és az érzéseket, ami tényleg engem lenyűgöz, ahogy ő, amilyen tudása van az emberi karakterekről és érzelmekről, és az egymáshoz való viszonyainkról. Nekem ő egy lenyűgöző író. Nagyon sok jó író van itthon, nők közül is, és én őt tartom az egyik legkedvesebb kortárs magyar írom, most a Szvoren, és tényleg az ő könyveit, vagy az ő történeteit elolvasni, az mindig egy ilyen, amikor akarok tanulni valamit az emberekről, akkor mindig előveszem. Úgyhogy én nagyon nagy szívvel ajánlom őt mindenkinek, és nem hosszú, ugye novellás kötetről van szó, és tényleg ilyen nagyon pontos ebben, hogy hogyan vagyunk egymással. Úgyhogy őt nagyon szeretem. De hát szeretek olvasni még nagyon sok verset, szeretek olvasni híres rocksztároknak a könyveit. Híres rocksztárok barátnőinek a könyveit is nagyon szeretem olvasni. Most épp ezt olvasom, mert nem tudom, hogy ezt most lelőhetem a poént. Persze. Mit olvasom most? Mi van az ágyad mellett? De ezek szerint nem az ágyad. Az ágyam mellett volt, csak kihoztam, mert most ezt olvasom. Nem tudom pontosan, hogy kell ejteni a nevét. Ő volt a leges, vagyis ő a leghíresebb gruppi, wow, aki kísérte a zenekarokat, és elég sok zenésznek, nagyon híres rockzenésznek volt a barátnője. Komolyan? Igen, és ezekről a sztorikról ír. És angolul olvasod. Igen, ezekről a sztorikról ír, és hát egy olyan világ, amit most nagyon sokan nem látunk, és ezért is érdekes. Vagy mondjuk itt van a Flea-nek, a Red Hot Chili Peppers gitárosának a könyve az LSD gyerekeknek. Az egy életrajzi könyv, és ez mondjuk azért érdekes, mert a gyerekkoráról ír. Tehát, hogy addig a pontig írja meg, ameddig a Red Hot Chili Peppers berobbant a köztudatba, és világsztárok lettek. Tehát az már nincs benne, hogy ők hogyan mennek koncertezni, és hogyan lesznek sikeresek, viszont úgy ír a gyerekkoráról, hogy a hideg irázott tőle. Tehát egy ilyen elképesztő, hogy ő írta a könyvet. De jó, most meghoztad a kedvem hozzá, és ráadásul... Neked tetszene? Igen, tetszene? És igazolt, amit mondasz, tényleg sok helyen be van hajtogatva, bár már vissza van hajtva. Valamikor visszahajtom. De miért? Na, valamikor vissza. Amikor végeztem vele, akkor visszahajtom. Újraolvasod azokat, amiket behajtottál, majd visszahajtod? Azt hiszem, hogy amikor cikket írok róla, erről is írtam ajánlót, vagy ehhez is írtam ajánlót, akkor, és vége van a cikknek, befejeztem a cikket, akkor valamikor visszahajtom. Valamikor rendes vagyok, de valamelyik össze van szamárfülezve. Nagyon jó. Évi, rengeteget olvasol, az látszik, meg egyébként nagyon sokat költözöl is, szerintem ez is látszik, igen, meg akár a közösségi médiában is, hogyha valaki követ téged. De én úgy látom mindig, hogy a könyves polcod az egy ilyen nagyon fontos része, persze, a lakásnak. Nem csak azért, mert hogy egyébként gyönyörű berendezési tárgy is tud lenni egy szépen megpakolt könyves polc, hanem fontos neked. Mit jelent számodra most éppen ez a, nem tudom, gyönyörű egyébként ez a lakás, de hogy itt is nagyon szép helyen van az ablak mellett, egy szép kanapé mellett. Mit jelent számodra ez az egész könyvespolc, annak rendezgetése, és egyáltalán, hogy ez itt a lakásnak egy fontos része. Nekem az, hogy van könyvespolc, vagy legyen könyvespolc, nálunk is, mert úgy nőttünk fel, hogy nagy könyvespolc volt otthon. Tehát nekem ez az otthon. Tehát ez alap, hogy ő jön velem, most az, hogy ez éppen milyen színű könyvespolcon van, most ez elég régóta jön velem ez a bútor, de hogy nekem ez nekem nagyon fontos, hogy ez legyen. Hát teljesen más a lakásnak az energiája, meg úgy a minden. Tehát, hogy nekem ezek nagyon fontos emlékek, meg rengeteg útravaló itt van, amiből rengeteget tanultam. Úgyhogy mondjuk vannak itt fontos filmek is, most már ugye nem nézünk DVD-t, de hogy azok is jönnek velem nagyon-nagyon régóta. Úgyhogy nekem a könyvespolc az az otthon. Tehát, hogy ahol vagyok, az,
ott vagyok otthon, ahol a könyvespolcom is ott van. Úgyhogy ez nekem egy ilyen nagyon magától értetődő dolog, és nagyon feldobja a lakást. Tényleg. Ha tetszett a beszélgetés, lájkoljátok a videót és kommenteljetek nyugodtan. Ha pedig nem akartok lemaradni a következő epizódról sem, és szeretnétek még hasonló tartalmakat, akkor iratkozzatok fel a csatornámra.